nincsen hozzád fogható, nincsen hozzád épeszem. A tagok lényegében 2016-ban találkoztak Gyergyószent Miklóson, és akkor kezdtünk el így jammelgetni. Így maga a Teddy Queen formációt ilyen 18-ba hoztuk létre, és azóta zenélünk aktívan. Nagyon szeretjük a külföldről érkező indie rock zenekarokat, úgyhogy tőlük inspirálódunk. Viszont mivel hárman vagyunk, igyekszünk ilyen triófelállásba megvalósítani azokat, amiket hallunk. Oda nem megyek, a szélbe többé nem megyek. Hozzád. Ott álltál, de mégsem éreztem, hogy mellettem volnál. Úgy szoktunk fogalmazni az Oda nem megyekkel, hogy mintha kicsit megírta volna a saját magát a dalt. A hold vár rám, az ég a takaró. Maga az alapötlet, alapszöveg, a dallam, világ és az akkordkörök nagyon-nagyon hamar megszülettek. Aztán így azt mondanám egy éjszaka alatt, és aztán így a dalt így pár hét alatt összerakta a zenekar. Arról próbáltam írni, hogy milyen az, amikor az embernek sikerül elengedni egy nehéz szituációt. Ez lehet bármi. Tehát lehet egy kapcsolat, vagy egy helyszín, vagy egy állapot. Számomra ez a dal egy ilyen mérföldkőnek számít, mivel ennél a dalnál éreztem igazán, hogy teljesen kihasználtuk Lacinak a hang karakterét, és úgy voltam ez a dal demozása közben is, azelőtt is, mikor megmutatta legelőször az ötletet, hogy wow, milyen jó énekesünk van. Én melletted feküdtem, és némán tűntem. Besegítettem itt Lacinak a dalszövegbe, a stúdióba változott meg, és került be a refrénbe egy sor, ami számomra nagyon sokat jelent, mert pont a mostani, az idei évemnek egy meghatározó mondata lett, mivel olyan helyzetben voltam így a magánéletben, hogy ez nagyon találó volt. Ott álltál, de mégsem éreztem, hogy mellettem volnál. A videóklipet Romániában a Kelemen havasokban készítettük, a Kelemen havasokban lévő Tiha csúcson forgattuk, ahova egy 4,5 órás túra vezet hótalpakkal, és lényegében a helikopteren kívül csak így lehet megközelíteni ezt a helyszínt, úgyhogy elég különleges volt. Emlékszem, volt egy olyan pillanat, hogy mondták, hogy na, itt kéne egy olyan jelenet, hogy mész fel a hóban a nagy hegyre. Elindultam, és a harmadik lépésnél így konkrétan egy hónapig süllyedtem a hóba, és a legvégén esett le nekem, mert eddig mutattak képeket, hogy milyen lesz a csúcs, de azt nem gondoltam, hogy ennyire magasan lesz, mert ez 1800 méter, az nem kevés. És amikor felértünk a csúcstól, voltunk egy ilyen 30 méterre, mondtam, én oda nem megyek ki. Úgyhogy pont ez is a dalnak a címe, az Oda nem megyek. Kacagtak eléggé, mert nagyon tériszonyos vagyok amúgy. És akkor ott helybe le kellett győzzem ezt az egész tériszony ügyet. Szóval nagyon izgalmas volt, és ez is feszegette a határainkat úgy, ahogy akár hangilag is a dal, vagy akár hangszerelésileg. Igyekeztünk a trió formációban mindig kihozni a maximumot, szóval úgy gondoljuk, hogy tényleg ez egy ilyen erőteljes koncepció lett. Tervezünk még egy stúdiózást a nyár folyamán, mert elég sok demónk összegyűlt így a tavalyi év vége fele, és tervezünk még új dalokat felvenni. Most tavaszra beelsűrítettünk egy ilyen hosszabb tavaszi turnét, így a nagyobb városokba, áprilisban ellátogattunk Magyarországon és Erdélyben is, és így májustól kezdődően így kezdődnek ezek nálunk, Erdélyben vannak ilyen majálisok, és legközelebb Budapesten június 3-án találkozunk itt az A38 hajón. Hozzád, de mégsem éreztem, hogy mellett.